Hazamegyünk ma Magyarországra, vége van az utazásunknak, viszont van még egy érdekes videóm számotokra. Egy nagyon extra videóval készültem nektek, amiből ideig még csak kétszer volt alkalom, hogy a csatornámra feltöltsem. Ma ismét business class-on fogunk utazni, kipróbáljuk milyen a Swissnek a business class-ja. Ezzel fogunk menni. Milyen segítőkész volt, kedves volt. Kaptunk belépőt a lounge-ba, nézzük meg, hogy az milyen. Egy hatalmas nagy előny, hogyha valaki business osztályon repül, nem az ár, sajnos az nem, hanem az, hogy általában jár hozzá mindig egy lounge belépő, ahol lehet ingyen, hát nem ingyen, benne van az árban, hogy lehet enni, inni, van egy kis tütű, hogyha valaki izgulna, kávé, vannak ilyen nyugi szobák is, de nézzünk körbe egy picit, nézzünk meg először a kajákat, nézzünk meg milyen kaják vannak. Itt van egy hatalmas kinti terasz, itt is le lehet ülni, mi most itt ülünk, de van egy benti is, amit mögöttem van. Nézzük meg a kajákat. Háromfajta kaja van egy ilyen snackesebb verzió, van egy édesebb verzió, és van egy sima főétel. Itt vannak a tütők. És rettentően sok ilyen hely van, ami nagyon nyugis. Itt kimondottan csend van, úgyhogy én sem akarok hangosan beszélni. És több ilyen leosztott kis szoba van, ilyen fotelkákkal, kis asztalokkal, ahol nyugiban tud az ember pihenni. Ez viszont nagyon extra. Nézzétek, van ilyen kis tévéző szoba is, ahol beülsz és... tévézel. Ez mi? Ó! Itt is van tusoló. Ideig én tusolót igazából csak szerintem a dubai reptéren láttam, meg talán a frankfurti, de a frankfurti reptér az egy külön sztori, az hatalmas. Hello, hi. How are you? You need a shower? Yes, please. Okay, make sure you lock the door, okay? Okay, thank you very much. Sir, do you need to use a shower? Fogkrém, fogkefe, borotva és borotvaham. Összességében ilyenkor azért teljesen más az, hogyha valaki le tud tusolni, tisztán száll fel a gépre, tisztán is száll le, remélhetőleg. Úgyhogy használjuk ezt ki. Ez Amalé. Mi? And 17A, Mr. Bossi, it's gonna be here. Thank you. Felszálltunk a gépre, nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy ilyen ülés. Összességében az egész hely, hát egy ilyen ember méretű, nem szalmazsák, de nagy, szóval bőven ki lehet nyújtani a lábunkat. Bőven befér oda előre a kis barlangba. Van egy körülbelül, hát egy ilyen három tenyérnyi nagyságú tévé, és az alatt a tévé alatt van egy ilyen kis kesztyűtartó. Ez összességében egyébként egy hasznos kit, szóval ebben sok-sok minden van, amit majd egy 8-9 óra után azért ez majd elő fog jönni, abban biztos vagyok. Ez micsoda? Ki kell töltened neked is. De mi ez? Hogy mit kérsz reggelire? Megkaptuk az étlapot, amit még felszállás előtt ki kell töltenünk, egy ilyen X-elhető cucc van rajta, de a kajákat majd is látni fogjátok, hova lett a fény. Úgyhogy felszállás, és utána folytatjuk. Srácok, azért a csíkozásért, amit itt láttok, most pont nem, de picit látjátok, azért bocsánat, de nem tudom, hogyan állítani a kamerát, mert mindent megpróbáltam. NTSC-ből palba állítottam, ott sem működik, semmi nem működik, úgyhogy próbálom megoldani, de... ja, így jó. Fel? Van egy fénytechnikusom. Fel, mindjárt a fénytechnikusért.
Több százszor repültem már életemben, de szerintem ez volt a legparább felszállásom, amit valaha átéltem. Korom sötét volt, és valamiért a felhők miatt azt hittem írtán, hogy füstöl a turbina. Semmit nem láttam, rázott össze-vissza, úgyhogy ez egy érdekes sztori volt. Srácok, ez az egyik legparább felszállás volt, ami valaha nekem így történt. Nem tudom, lehet én reagáltam túl, de úgy rázott meg ez a korom sötétség kint. Én most alszom egyet, és akkor utána bemutatom, hogy mik vannak itt, mert muszáj lenyugodnom. Akit leütöttek volna. Kaptam takarókat, illetve párnát is, csak azt nem mutattam még nektek, itt vannak. És nem mutattam még fel az ablakot teljesen, mert az előbb rám szóltak, hogy még mindenki más alszik. Úgyhogy egyelőre ennyi fényem van. Van itt még egyébként egy kis lámpa. Egy fülhallgató, illetve egy kis víz. Thank you. Krumpli, virsli, illetve tojás. Ha van valami, ami most életet ment, akkor az ez. És megérkeztünk Svájcba, úgyhogy nagyjából ennyi volt ez a Swiss Business Class videó. Remélem tetszett, srácok. Talán annyi a különbség egyébként, hogy nem úgy szállsz le a repülőről, mint egy mosodszar, hanem mint egy kevésbé mosodszar. Úgyhogy köszi szépen, srácok, a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok el lájkot, és nyomjatok feliratkozzatok fel. Következő videó már valahonnan itthon lesz, talán. De nem ígérem meg. Köszi szépen.